Az elmúlt két hétben csökkentek a szezonális zöldségek árai a szekszárdi piacon, így a fogyasztók is olcsóbban juthattak hozzá az egészséges élelmiszerekhez. Sok termék esetén azért esett, mert jelenleg is terem a jó minőségű hazai. Végül is most elfogadható az árak, van ami drágább, van ami olcsóbb, úgyhogy eltevéshez például a paprika, lecsó, akkor savanyúsághoz aránylag elfogadható árak vannak. A gyümölcs az, ami drága, sajnos. Nem ami pénztárcánknak való, a barack, az nagyon drága. Szőlő is, hát jó, az még, ugye még annak nincsenek itt az ideje, de különben elfogadhatóak. A szezonális élelmiszerek árai ugyanakkor az általános árcsökkenés miatt is kedvezőbbek. Ezzel szemben a külföldről érkező zöldség és gyümölcsfélék, a fagyasztott termékek és a befőttek jócskán megdrágultak. A díjakba beépültek a jóval magasabb szállítási költségek és a szélsőséges energiaárak is. Például az őszi barack, akkor a szőlőből is most van magyar is, de külföldi is van. Zöldségekből én nálam csak paradicsom van, meg az a pár zöld hagyma, paprika. A legnépszerűbb hazai zöldségfélék, vagyis a paprika, a paradicsom és az uborka egyre alacsonyabb ára elsősorban annak köszönhető, hogy nagy mennyiségben teremnek ide-haza, és szezonjuk van. De kihat a fogyasztói árak általános csökkenése is. Attól függően, hogy ősz van, ugye a paprika már olcsóbb, de például a zöld van még most is 1200 forint, úgyhogy meg lehet venni, hogyha van pénzed. A szőlő és a barack még mindig a legnépszerűbbek és a legkelendőbbek a piacon. Ugyan sok az olyan gyümölcsfajta, aminek nem tett jót az időjárás, mégis szinte minden megtalálható a termelőknél, árusoknál. Azonban ezek árai már borsósabbak. Én úgy gondolom, hogy a barackárak azok stagnálnak, tehát a kezdetek kezdete óta, sőt, megy felfele. A szilva ára az most beállt talán, úgy gondolom. Hát paprikáké azok maradnak egyelőre, de hát aztán majd az időjárástól függ. A zöldségek, gyümölcsök ízeit nem csak tavasszal és nyáron élvezhetjük, bár kétség kívül frissen a legfinomabbak és a legegészségesebbek, hiszen több módszer is létezik arra, hogy eltegyük őket a szezonon kívüli időszakra. Érdemes ezt is időben elkezdeni. Ha befőzésre adjuk a fejünket, nem árt tisztában lennünk azzal, melyik hónapban melyik gyümölcsnek, zöldségnek van a szezonja, már csak a költséghatékonyság jegyében is. Nyár végén például, augusztusban többek között a sárga barack, a nektarin, a szilva, a szőlő, az uborka és a paradicsom is érik, így egyből érdemes bespájzolni a szeptemberi hónapokban. Fontos tehát, hogy jól átgondoltan, a szezon termékeihez igazodva intézzük a bevásárlásainkat, főleg, ha nagyobb mennyiségben gondolkodunk.